Sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdvözöllek benneteket a csatornámon, folytatjuk a Fallout 3 végigjátszást. Na, mi a helyzet? Hol tartottunk? Kijutottunk a menedékből, ugye? Subidubi, na itt már jobban szeretek kalandozni, itt legalább kötetlenül tudunk mozogni, és csinálhatjuk a küldetéseket, vagy éppen csak nézelődünk. Na, nézzük meg, hogy milyen itemjeink vannak, és mit érdemes felvenni gyorsan, oké? Okay? Ahol egyébként észrevettem, a videót végig visszanéztem, itt most töltődik fel, hogy most szerintem simán mehet még egy hangerő, mert hú, bazd meg megint. Oké, okay, háromra így. Ahogy, jól van. Mindig az alapot nyomom meg, de szerintem ezt mindenki beszopja, vagy csak én vagyok ilyen hülye. Én vagyok ilyen hülye, tudom, most azt gondoltátok. Na, mink van, amit lehet használni? Van ebben össze? Van egy csomó össze. Honnan szereztünk? Jó. Gumibot, igen, itt meg az állapotuk, ugye? Oké. Okay. Ez mi? Életpont? Az van lehet, ugye? A védelem, gondolom az az armor akar lenni, kupak az meg ugye a fizetőeszköz. Ez a tő, ez meg gondolom, talán a... hogy mennyi felszerelés van nálunk. Na, nincs olyan, amelyiknek jobb a... ez ilyen armorja. Majd jacket, oh, sisak. Ide itt a védelem, akkor mi az a tő? Érték 14, védelem 3, mi a tő? A tömeg! Ó, ez oké. Sisak, ez jó, az ugye ennek van védelme, és akkor már is mondva 4 a védelmünk. Tő. Védelem ennek 2-es. Tehát már 5-ös a védelem. Hú, szemüveg. Ja, de sisak akkor lekerül, ugye. Színesített olvasó szemüveg. Ennek meg 4-es a védelme. Ó, már is 7-es védelmünk van, úgyhogy ezeket felkapkodtuk. Oké, okay, fegyvert is ugye rá beraktuk. Tehát, kaja. Na, ugye ezt fel kellene az életpontot tölteni. Ment át. Viszont ez... az érzékeléshez és intelligenciához, de ez... ezt pedig ugye... megehetjük, csak akkor kap rádióaktivitást kapunk. Jó, azt nem veszem meg. Ebből meg van 4 darab. Ezt hogy lehet berakni, ha ez hát kire, vagy be van a labba? Ezt tudom, hogy be lehetett. Ha mindegy, beküldünk egyet, jó? Na mi van? Miért nem júzolta? Mi az? Fogja ezt, hogyha lerakom? Csak így nem. Na mindegy, jól van. Ez meg az ugye, ezek a hülyeségek, ez ilyen trash itemek, amiket ugye eladni jó. Muníció. Oké, 133. Ja, még a küldetést akartam megnézni, üljönet a pumptól, ezt most ne hallgassuk végig. Küldetések. Megatron városába, vagy Megatron városába kell menni, ugye ott van az a bomba, ugye a középen, ha jól emlékszem, na ott kapunk egy csomó küldetést, na. Jaj, de kár ugye, hogy a rádiót nem tudjuk használni. De ez van, mi a fasz. Le már, elrubáltam ezeket, hát akkor hogy kell volna júzolni a betűvel? Na nézzük még egyszer meg ezt a dolgot. Itemek. Ez várjunk. Ja, ezek. Ezeket, ja, ezek maguktól mozognak, ahogy így. Mivel használj? Balgom? Aha, az jó. Na, így már mindjárt jobban érzem magam, és lőszerünk is van, tök jó. Akkor vágjunk neki itt a dolgoknak. Egy dolgot megfogadok, rövidebb gameplayek lesznek. Nem akarom így húzni az időteket. Na, még egy dolgot csinálok, ne haragudjatok tényleg. Megnézem az optionben, nem akarok úgy gameplayezni, hogy... nem akarok úgy játszani, hogy nem vagytok itt, és akkor... gyakorlatilag nem akarom, hogy... az történjen, hogy végigjátszok egy fejezetet, és akkor utána még egyszer fel, úgyhogy felveszem, akkor már nem ugyanaz az érzés, és nem is tudom úgy visszaadni a dolgokat, hogy én is így rácsodálkozok a dolgokra, mert akkor tudom, hogy mi van. Ezért mindig itt sajnos állítgatnom kell egy-két dolgot, hogy könnyebb legyen a kezelés. Na, de nem dumálunk, ugye? Mondtam, hogy kevesebb dumálás. Ezt a V-betűt én átrakom középső gombra, mert hogy ez tök jó lenne. Ez nem jó. Mire rakjam át? FM van valami? Nézzük meg, FM mi van? Nézetváltás. És ebetűn mi is van? Aktiválás.
De jó lenne, ha közel lenne. Ha, jobb gombon mi van? Jobb egér gombon? Ja, az is kell. Nem tudom, elkezdve tabon mi van? Ja, azon meg a Pip-Boy. T, várakozási, igen, persze. Hát ez maradjon akkor ezen a V-n. Pedig, jó, mindegy, megszokjuk akkor. Ez van. Még egy dolgot akartam nézni. Ja, igen, az itemeket hogy lehet, hogy gyors, ilyen hotkey-re rárakni. Blokkolás. Ugrás, várakozás, gyors, megfogás. Megfogás. Aktivás. Azt nem tudom, hogy lehet. Majd gondolom, alakul. Ja, egyébként kettes szintű lettem, úgyhogy kiosztottam dolgokat. Skilleket. Gyors talpaló skillet tanultam meg. Ugye az annyi, hogy több, nagyobb, nagyobb, gyorsabban fog fejlődni, akkor, amikor mindig szintet lépek. Ja, vagy valami ilyesmi van. Több tapasztalati pontot kapok. Ja, így. Mondják meg a gyorsabb fejlődést. Amúgy egész jól néz ki az engine. Egy kicsit, nagyon kicsit nekem. Tudom, hogy erre a játékra eléggé furcsa azt mondani, hogy élettelen, mivel persze, hogy élettelen, hát hisz a maga a játék tér is ilyen élettelen, hát ez atomháború utáni dolgok vannak. Itt egy kicsit zenét talán feljebb. Nagyon ezt a rádiót de bekapcsolnám. Nézzük meg, ez van hírrádió, vagy nem? Ezt talán adna hozzá egy kicsit a... Á, nem lesz hírrádió. Egyre sem legyen, jó. És akkor meg bekapcsolunk egy rádiót. Nem bírom ki, ne haragudjatok, rádió. Mennyire zavaró. Annyira szeretem tényleg ebben is a zenéket, hogyha nincs lenne a játék, és nem is sejtik, akkor próbáljátok már, kirakjátok fel a... Vagy YouTube-on keresetek rá, vannak fenn soundtrackek. Tényleg jók. Ja, és egyébként ugye ez van, kutatunk. Ezzel érdemes. Ugye ráviszitek a célkeresztet egy bizonyos ellenfélre, vagy egy bizonyos típusú élőlényre, akkor meg tudjátok nézni, hogy ellenséges-e vagy nem. Egyelőre, ne haragudjatok, de én itt kutakodok egy picit, hogy legyen valami lőszerünk meg. Látjátok, ez így zöld volt, ez nem ellenség volt. Nos, itt kapásból, ha jól tudom, van egy ilyen NPC, aki ad küldetést. Kevese azon játéktereknek, amit még ismerek, mert később aztán nagyon nem fogom ismerni a dolgokat itt, úgyhogy lesznek érdekes fejlemények és rácsodálkozások. Ja, és itt van valami suli, ugye? Vaj, ott lesz az a suli. Na, azt kipucoljuk. Azt kipucoljuk. És akkor más nagyon nem is. Hello, baby. Colin Moriarty, the owner of that sack of shit is convinced that I'm some crazy junkie. 15% esély lesz arra, hogy odaadja a pénzt. I used to work for that slob, doing, you know, well, I got sick and tired of it. Next morning, he tells me I couldn't leave, so I bolted. I took my money. Now he's branded me a thief. And oh. Jó, van, húzzuk a picsába. Jaj, a picsába. Én hülye. Na hát ez jó az volt. Nem akartam belefolyni, el akartam csak búcsúzni ettől a ribanztól erre, meg itt elkezd lövöldözni. Ja, és egyébként egy olyat is, ugyan is van a játékban, ezt nem itt mondtam el itt a kezelőfelületnél. Ugye életpont, látjátok itt oldalt, ez pedig a iránytű. És itt van, hogy ugye látjátok, itt van egy ilyen piros objektum, vagy egy ilyen vonal rajt,
Az azt jelenti, hogy ott egy jelenség abba az irányba. Ugye itt van az akciópontunk, állapot a fegyvernek, lőszer, és itt azt mutatja, hogy például ha ezt csináljuk, ha itt ezt lőjük, akkor középpirosan látni, hogy mennyi HP-t vesz le, hogyha eltaláljuk. Hát én lehet, hogy inkább, ugye látjátok, hogy a testlövés az 2 HP-t fog veszíteni, így meg 3 csíkot, vagy nem HP-t, hanem ilyen bárt, ilyen csíkot. Próbálkozzunk meg egy ilyen, gyakorlatilag egy pár fejlővéssel, elvileg akkor majdnem lenullázzuk a HP-et. Hát nem lenullázzuk, azért még marad neki bőven, sajnos. De nézzük meg. Jó, ezt bekapta. Ó, akkor mégsem azt mutattam, ez nagyon szépen lerobbantottuk fejét. Vagy egy ilyen átlagsebzés mutatott ott? Durva volt. Éj, hülye állat. Ezt nagyon csúnyán kinyírtam. Hát legalább van itt egy csomó muníció, jó. Ajaj, ajaj. Gonoszak vagyunk, ugye. Van morál a játékban. Vagyis karma. Karmának nevezik itt. Na, arra ugyatok, én most keci voltam. De hát ezt nem is fogom. És lopunk ezerre. Hol van a morál a játékban egyébként? Meg kell nézem, mert itt ezt nem várom. Na, most statoknál, nem? Általános. Ez itt ilyen... ilyen achievement-szerű dolgok. Fortéjog, státusz. Na, itt a státusz. Sugárzás. Fogalmam sincs, hol van a morál. Oké, hogy lecsökkent, de hát hol van? Na mindegy, menjünk. Ennek a küldetését nem fogjuk megcsinálni, bocsánatot kérek. De hát úgy döntöttem, hogy ebben a játékban akármi is fog történni. Persze, hogyha meghalok, akkor visszatöltöm az állást, de hogyha nem halok meg, nem fogok visszatölteni állást. Na, várjunk, nem kezdtem, találtunk új fegyvert tenni a csajszínál. Pip-boy nézegetés van állandóan, bocsánat. Jaj, mi ez jetkő? Apítod, ó, jó. Ez úgy emlékeztem, hogy rá lehet rakni valamilyen gyors billentyűre, hogy lehet azt megcsinálni valaki. Írja meg, légy szíves, valamit csináljunk, mert tudom, hogy mindig sírok, de... 32-es pisztoly. Sebzés 4. Na, hogy már! Az a 10 mm-es, ez jobb. A 10 mm-es mondjuk az nem kis pálya. Jó, ezt az a 10 mm-es maradjam. És akkor nézzünk el, itt volt egy súli, van egy súli, az tök tetszett az a hely. Erre emlékszek, megint csak, ugye? Két jól néz ki a játék. Említettem az előző gameplaybe, töltsétek le a textúra pakkot hozzá, ha gondoljátok. Egyébként két dolog miatt nem töltöttem le ezt a HD textúra pakkot, mivel ugye... És ilyenkor megjelennek a mapon elvileg, és ha van gyors utazás? Nem tudom, azt mindjárt megjelen még. Igen, van gyors utazás. Hogyha rákattintunk valószínűleg, akkor oda utaznak. Az miatt nem töltöttem le, ugye, mert rögzítem a gameplayt is, és elég zabálja az a gépet. Az nagyon sok FPS levesz, például, hogyha nekem van egy ilyen 80 FPS-em egy játékba, akkor az így ledurantja egy ilyen 30 körülre. Simán. És ugye azért ezek a HD textúra pakok még mindig elég jól zabálják a dolgokat. Oh, el akartam menekülni, hát el akartam mosolni, úgyhogy ne sebződjek, nem sikerült. A betű. Ez mi? Érték, jó ez. Mindig érdemes nézni, hogy az értéket és a súlyt ugye annak az arányával érdemes felvenni a dolgokat. Vé, de nem szokom meg ezt a vét. Na, mit lőjünk rajt? Nemünk testet az a tuti, nem? 41%, nem sok. Jó. Mindig ilyenkor rá szoktam kattintani, egy bandita van az összeset, mivel úgyis abba fogja hagyni a lövést, hogyha... ha meghal az ellenfél. Ugye nagyon szar volt. És akkor gyors real-time-ban még esetleg meglövitek. És itt még van ellenfél, ilyenkor az AP-t érdemes, ugye jobb sarokba alul az akciópontot érdemes megvárni, hogy feltöltődik, hogy úgy akartok dolgozni, hogy ha ne haragudjatok, csak mindig így
Odaként ugat a kutyám, és azt figyeltem, hogy jött valaki. Ja, az AP-t érdemes megtartani, vagy feltölteni, hogyha így ebben a metódusban akartok harcolni, ebben a körökre osztott szerűben. Jó, lőjünk testet. Jó, meg volt, oké. Okay. Egyébként néha vannak ilyen nagyon durva találatok, azokat ilyen szép lassan, vagy szépen belassítva mutogatja. Úgy a tározás az alapvető, hogy mindig történjen meg. És itt még vannak, még ott fenn volt az emeleten, ugye? Jó, az AP felmegy, utána megpróbáljuk leszedni őket, bár mondjuk geci messze vannak, nincs azoknél valami jobb lőszer, vagy fegyver. A földön lévő dolgokkal, hogyha így úgy látjátok, hogy az enemy elejti a fegyverét, nem kell foglalkozni, az attól még, hogy távolabb van tőle, felveszitek akkor, amikor így kifosztjátok. Csak ugye úgy jelzi a játék, hogy az oda leesett. Ott volt fent egy csávó, ott ült. Hogy lejött? Minkor lejön? Faszt, ott a csaj. Jó, ez nagyon messze van, de meghívjuk. Jó, azt így. Fedezékbe vonulás lesz. Fosztogató, nem sokat sebeztem belé. Hát, csak úgy... Ó, basszus. Mondom, átjövök ide, hát nem megakadtam valami szarba. Hogy nézzük ki, apám? Fejet nagyon könnyebben eltalálja, mint a testet. Akkor lőjünk ki fejre. Hát, hogyha betrafálunk. Nagyon jó. Lerobbantottuk a fejét a csajszínak. Hát igen, a játék az egy kicsit ilyen morbid csúnyácska, de hát szerintem ez hozzátartozik ahogy is a Falloutokhoz. Meg hát ne kisgyerekeknek adjátok ezt a játékot, hogy játszanak vele. Van pont egy ismerősöm, egy ilyen, mondjuk úgy munkatársam, óvodás gyerekei játszanak ilyen jellegű játékokkal. Igaz, hogy nem tudnak, de hát akkor is a képvilág szerintem elég sokkoló egy ilyen kisebb gyereknek. Nem? Legalábbis én nekem, hogyha lesz gyerekem, ha egyáltalán lesz valamikor, akkor biztos nem fog neki Fallout 3-at adni, hogy azzal játszon. Nem, mint hogy az arra játék lenne. Tehát akkor is. Jó, én ezt felveszek mindent, még mindig ott tartok. Nem tudom egyébként, hol lesz az első NPC, akivel tudok majd üzletelni. Ja, és egyébként arra figyeljetek, hogy az éjszaka és a nappal változik, úgyhogy lehet, hogy nem sokára le fog menni a... De lehet aludni a játékban. Mondom, az Oblivion Engine az nagyon, nagyon úgy működik, mint tényleg az Oblivionban. Szinte ugyanazok a... Majdnem ugyanazok a kezelőszervek, a téma, a ilyen időpörgetés is úgy tudtok aludni is. Na, be kellene menni a suliba, biztos vagyok benne, ott is vannak banditák. De lehet, hogy... Lehet, hogy először gyors átnézem az inventory-mat, hogy nincs valami jó cuccom. Hogy tudnék használni... Ahó, elnézésnek jutottam a billentyűzetemet a... Az egeremet a billentyűzetnek. Budi, budi, lehet azzal júzolni majd? Mi a fasz csináltam? Na már... Beleittem a WC-be. Ó, de édes Isten. Na, mi ez? Ja, itt az iskola, itt meg ugye a jövő, meg van elég, oké. Nézzük gyorsan meg a tárgyainkat, öltözködés, öltözék. Nem lehet sorba rakni, hogy valami máshogy rakja őket. Nézzük. Azt nézem, hogy a védelmet így mutatja, de mutathatná, hogy ez most tart hozzá, vagy elvesz. Itt látom, hogy például a szemüveg egy, csak nem tudom, hogy a sisak, ami rajtam van, azt így mutathatná, hogy ő az egy hármas ter, ne vegyem fel. Na mindegy. Meg itt az a védelem. Ja, ez csak védelem kettő, azt hiszem, hogy bőrcseki van, az jobb volt, ugye? És az a Monkey Mask? Aha, és csak ötös lett most. Ó, ez viszont nem rossz. Ó, jó, ez jobb. Ez a, csak nagyon rossz állapotban van. Mind a kettő hetes? Ez macsobbat néz ki.
Sisakkal jó, hát 10-es védelmük van. Megnézzük kívülről magunkat. Nem lehet majd fixálni a kamerát? De lehet, jó. Majd csúfok vagyunk. Nem ér van azért zöld a bőrünk? Ilyen orkok vagyunk. Egyébként látjátok, az animációk azért annyira nem jók a játékban. Kicsit ilyen korcsolyázó, folyton csúszó karakterek vannak, de... Hát nem, szerintem teljesen elviselhető, és ez nem a játék hibája, hanem sajnos az Engine-nek a hibája. Ugye Oblivionban is, meg még anno ott is nem volt egy kiemelkedő ez a, az animáció dolog. Jó, itt még kutatunk egy kicsit, ez mi? Szennyezett víz és 10-et ér. Nagyon jó. Bazd meg! Hát ezt nem is láttam, ezt a csávót. A fejlővés adja neki majd biztos. Vaj, vaj. Nem tudom, nehézségi szintet lehet állítani ebben a játékban. Most egy eszembe, hogy milyen nehézségi szinten játszok. Azt például nem is állítottam, de lehet, hogy nem lehet. Biliárdákó, veszük fel. Veszük fel. Hát az gram, tehát ezt meg főleg veszük fel. Vannak hat kík. Egyes, kettes, nincs semmi. Hogy tudok azt? Tényleg ezt a gyors világgyűjt megírja nekem valaki. Teljesen jó az a fegyver. Bár ugye távolra nem, de úgy még az elején a játéknak szuper. Itt a tömeg, hogy mennyit bírunk el, jó. Ugye a többet is elbírunk, csak akkor én iszonyat lassan közlekedünk. Tök jó a beltér, és jól néz ki az a játék, nincs vele semmi baj. Csak már megint atom hosszú lesz a gameplay-em. Ezt az iskolát kipucolom, aztán akkor... Várunk egy kicsit. Várjunk. Kursuszra egy seplés. Jó, egyet benyomtunk. De annyira nem áll kézre ez a V. És akkor mindig így keresem, amikor rám támadnak. Mi? Ez a rágás, az idegesít egyébként, azért hallgatok itt. Ide, jó azt a üres, de azért nézem mi az, mi? Mi van benne? Valami motoszkál. Kimentem én hülye. Na nem, felső szint, jó. Hello! Szia! Ó, ez nagyon jó volt. Hú, itt sokan lesznek, nem? Valami rémlik. Doboz cigi. Nagyon hangtalanok ezek a köcsögök. Nem beszalok tőle mindig. Szóval itt közelre tök jól lehet legalább lövöldözni. Lehet, hogy kezdek túlterhelődni, majd megnézzük az inventory-mát. Cella ajtó. Jó kis para ez a világ. Kicsit ilyen Csernobil hangulat. Uralkodik. Jaj, jó. Első segítség, el is figyelnünk kell, úgy látom. Kutyák is vannak, nem? Nincsenek kutyák a játékban, ugye megszem, meg ilyen mutánsok is, hogy ne legyen. Csúnya, csúnya megöltem. Lehet, hogy azt kellene szednem, ami fontos, mert ugye látjátok már... Ezt lassan túl vagyok terhelve. És túl is terhelődtem, jó? És akkor gyors ki kell dobni valamit. Általában az öltözékek közül szoktam gagyibakat. Azok jó nehezek. Tömeg. Kidobálok ilyeneket. Jó. Kettő és akkor már is 30. 30 szöveget nyerünk.
Hát ilyet veszünk fel, annyi minden már egyébként. Ja. Városi pusztaság, de még nem megyünk ki. Itt rendet rakunk, és ennyi, hogy ki tudom azt a súlyt, azt akartam, és így is milyen kurva hosszú lesz ez a gameplay. Valaki nekem ront, én szívrohamot kapok. Faszom, hát kifutkozik meg mikor, meg hova? Nem hiszem, ezek süketek? Nem hallották meg, honnan lövök. Itt vagyok, buzirudik. Még erre is voltam, nem? Itt vagy, persze, itt az a kiárat. Ott van a fenn, basszus, hát hogyan? Hogyan? Bazd meg, de megjárt, kurva életbe. Nagyon megettem, pratt életbe, suhán kis köcsögökedek. Aj, beszartam. Így rúgtam egyet, felmúlt az asztalon a lábam. Így félig, és majdnem lerúgtam a monitoromat. Na jó, ilyet viszünk, ilyet nem viszünk. Védelem kettes. Jó, baresszul néznek ide, nem visszük el, de beszartam, hogy rohadjon meg. Megint itt ugyanott vagyok, ugyanott meg. Ez mi volt? Enemy észrevett. Tök jó, hogy eltévedek ezen a kicsi helyen. Egy, nem. Hol lehet felmenni? Oda. Az mi? Kólás üveg? Vagy nem is kólás üveg, hanem én kóla. A Nuke kóla, vagy mi a tökő van neve, ugye? Na jó, mindenképp fel kell oda mennem, hogy érzem. Menjek harcolni meg, hogy bullshit, hát anyád, hát ha tudnám, hogy már rég megdöglöttél volna. Hidd el, öcsém. Jó, hát egyszerűen nem jövök rá, hol lehet felvenni. Nagyon restellem. Várjatok, nem azt lehet, hogy kint kell, azt kint megyek fel valahogy oda. Ott kóla automata is, de jó lenne. Körülnéznék ott fent. Na jó, hát én nem jövök rá. Menjünk egy szinten lejjebb, ahonnan jöttünk. Itt nem tudom, kintről megpróbálom majd. Ne felejtsem el, jó? Körülnézünk itt is, nem tudom, itt végigjártunk-e mindent. A subirubi mi ez? Ah, nem lehet használni, pedig úgy törnék fel ilyen kódot. Itt jöttünk be, ugye? Erre eljöttem? Azon az oldalon voltam? Megint szívromot kapok, azt... Én meg agyfaszt. Ja, itt is voltam. És ott meg van egy... Ott van egy ilyen lejárat. Ó, basszus, hát hogyan? Zárva van. Szálas izé kell hozzá. Szóval áttörés. Hát, köszi a haver. Azt nézem, ez mi? Általános iskola. Ah, de jó. Hello. Olyan szexi is vagy. Kis sortodban. Hopp. Ez bírja. Showtime az. Bob. Úgy fajta csúzni. Hát fogok arra váltani. Itt volt a kulcs. Ott volt a kulcs. Az alaksorban, ami ilyen százas zárnyítás kell volna.
És itt még lehet följebb menni. Ez jó lesz, ez jó lesz. Itt már semmi. Jó, azért végre rájöttem. Kicsit kezdtem már. Púlás üveg. Kezdtem már elcsüggedni, hogy nem fogunk oda feljutni. Onnan fegyverek. Pisztoly, van itt minden, mint a bucsúval. Vadászpuska, ez kell nekem, ezt megpróbáljuk. Biztos jó közelre hat, de biztos durva lesz. Ahogy itt van egy elemi. Tök jó, jelzi a... Ah, kutyus. Megpróbáljuk ezzel a... Ah, de nem akartam volna használni rá. Na, mindegy, akkor már használjuk a pont ugrit. Test. Hát, jó sokáig bírja nálam ez a vadászpuska. Jó, a golyóálló kutya. Fasza. Haver? Tök intelligens ez a kutya. Fasza ez a sörétes puska tényleg. Váltás vissza. Ott egy flámítógép, végre jó. Legyen ez? Ez jó volt, nem volt ez a semmi gond. Tök jó vesződik a fény. Súbi, de jó. Könnyű. Ó, oh, az árnyítás. Szeretem az ilyen kis dolgokat. Nem itt. Itt már jó. Bírom ezeket a ilyen zárnyítós dolgokat is, meg a terminál föltörős dolgokat is. De nagyon messze vagy. Ilyenkor szoktam egyébként azt csinálni, hogy így... Vagy hogy kell, na, így jobb kimegyek, és akkor megvárom, hogy közelebb jön. Talán itt. Nagyobb esélyen találjuk el. Jó. Jó, lezabálta a HP-mat. Nem tudom, ez a 32-es muníció, ez nem sok értelme van, nem? Kínai pisztoly. Tényleg meg még megint nincs. Ja, a 32-es a kínaiba megy, jó. Megértettem közben. Azt akarom, új, én mentem el a monitor mellett, azt akartam mondani, hogy fú, de jó grafika van a mancsiba. Tök élethű. Nem is kicsi ez az iskola. Na, itt volt a dolog. Itt egy csaj, hát ez mi történt vele? Pedig itt még nem jártam. És ott a kóla. Hát oda nem fogok átugrani most. Na jó, szuper. Szemetes kuka üres, miért nézem meg? Jó, menjünk, menjünk, menjünk. Mi is volt? Ja, innen jöttünk talán? Nagy faszt. Ide értem ki. Mégis itt el lehetett volna jönni fel, ugye? Jó, rossz fele mentem ez előtt. Na jó, mindegy. Akkor menjünk tovább. Valahogy. Ja, van már kulcsunk az alaksorhoz, ugye? Akkor lehet elugrok a kóláért, és akkor lemegyünk az alaksorba. Hát fogok én odaugrani? Lazán. Kicsit olyan, mint hogyha kevesebb, kicsi lenne a gravitáció. Na, nem tudom. Mi a csa? És hol volt az a... Az a... Hely, ahol ugye le lehetett volna menni? Valahol, ahol bejöttem, ott volt nem messze, ugye? És hol jöttem be? Kicsit fel vagyok keveredve a dolgokba. Oké, okay, most jó lesz. Igen, itt. Bazd meg! Megint valahára rémültem. Gyanítom egyébként, hogy az optionben lehet állítani a nehézséget, ugye... Közben a játék közben lehetett olyan például... Ez kell. 28-es edzés. Nagy fasz 28-es edzésbe. Ja, és az Oblivionban is kell, lehetett közben, még játék közben is egy oda-vissza fel leállítani a... Itt egy csávó valaki van. Látni, látni, ugye, látjátok a bal oldalt alul. Itt valaki rohangál ezzel. Aha, itt a kulcs. Jó. Ilyen, hogy itt ilyen csótány szarok vannak. Mik ezek? Angyákok.
Hát azt hittem jobban bírják, ilyen nagyon veszélyesnek tűntek. Óriás hangja dolgozom. Cool. Hangja hús. Az a baj, hogy ez mind izét ad. Mérgez minket, ugye? Jó, ilyet lehet, hogy real time fogok megölni, mert azért kicsit gagyi, hogy mondjuk ez nem annyira válik. Na, jó. Ugye nem feltétlenül oda megy a lőszel, ahol céloztok, mivel van szórása a fegyvereknek, és ezt ugye, hogyha nem real time-ba toljátok, akkor lát. Mutatja is, százalékos arányban. Faszom hangyákból, ma, menjünk már. Szintet léptem, de jó. Ó, mire ez a gyom cserebe? Ezelőtt egyébként erre adtam tudományokra. Meg még raktam, mire is, az állításra is raktam, is a lőfegyverekre is. A lőfegyverekre fogok rakni. Azért az jó dolog, és most nagyon sokat laktam a lőfegyverekre. Oké. Okay. Ó, és képességet is tanultunk? Jó. Nézzük. Lehet, hogy ezt rakunk rá még egyszer, jó? Nem hülyeség, szerintem hosszú távon meg fogja érni. Ja. Itt el lehet menni? Ja, itt a lopogodásnak írja, hogy nem észlel senki, még azt is tök jó. Nem nagyon sok minden van itt, nem? De itt meg mi ez? Ez gyanús. Ez a hely. Vagy itt így visszafele lehet jönni. Valami támadni akarnak engem. Hoppa! Kicsit beleborzongtam ebbe a hangjának a hangjába. Vagy ennek a hangjának a hangjába. Hát ez a picsa mi van? Nem túlzás ez? Bassza meg! Nem baj, XP az jó jön. Kicsit furkozunk belük, hogy teljen az AP-m. Inkább itt szeretném megölni őket, nem ezt. A közelebbit, közelebb így. Így. Igen, a közelebbire ember, hogy... Szuper, jó. Elfogyott megint az AP. Most kinyírom őket így. Jó. Jó, hangya hús nem szerek, nem tudom mire jó, de... Ez mi volt ez a hang? Ilyen pénztárgép hang. Na jó, hát akkor itt nincs semmi. Ennyi értelme volt lejönni, hogy... XP-t szereztünk. Jó, hát akkor megyek vissza. Egyébként ott mintha el lehetne menni, de hát hogy kell kúszni? Nem tudok kúszni. Lehet, hogy nem lehet, csak onnan ugye özöllenek a hangyák, annyi értelme van. Innen jöttem le, itt még van egy út, elmegyünk erre. Jó hosszú volt ez az út, oké, akkor... Szerintem kis pucoltuk, ugye... Fú, basszus, volt ott egy számítógép fönt. Az egyik szinten, amit nem néztem meg. Ezt egy kicsit bánom. Na mindegy, sok mindent nem lehet csinálni, szerintem számítógéppel se. Ki kell menni, és akkor... Pá, éjszaka van, de jó. Összeszedtünk mindenkitől mindent, ugye? Szerintem igen. Jó, akkor annyit csinálok szerintem, hogy... Még mindig ez a... Az a csúszni a legjobb. Nincs jobb, ugye? Fegyverek. 10 mm-es, jó. Szerintem jobb nincs, ugye? Refesz gránát. A refesz gránát, az hogy lehet berakni? Ha így berakom, akkor elrakja a fegyvert. El, sajnos.
Hogy lehet, basszus, biztos vagyok benne, hogy lehet gyors pillantyúkra rakni, vagy pedig lehet csinálni ilyen izélistát, ilyen kedvenc fegyverek, vagy kedvenc dolgok, és akkor abból válogat csak. És nem tudom, hogy. Na jó, maradt 10 mm-es pisztoly. Valami kellene, valami NPC, ahol el lehetne adni ezt a sok cumót. Itt meg szerintem, ott mi volt az a 9-es védelem? Váze. 11-es védelmünk van, nagyon jó. Táp. Erő. Ez jó. Beküldtük. Ezt lehet, hogy kellett volna tartogatni, mindegy. Mentett kóla, mit ad? Életpontot. De azt hiszem ez elég drága elnyomni, nem? Már itt is egy 20-at érje el. Quantum, ez valami nagyon jó példa, jó. Ez dupla annyit ér. Jó, szió, nem kell. Csótány, húf. Ezt meg nem nyomjuk be, jó, 240 HP-ink van már, már kezdünk alakulni. 214 meg az aktuális, és már több cuccot is tudunk cipelni. Tök jó. És 200, 409 kupakunk van, ugye, ami a gyakorlatilag a fizetőeszköz. Oké, keresünk, következő gameplaybe szerintem megpróbálunk találni valami, nem biztos, hogy legyen egy kis zsetonunk, meg talán tudunk vásárolni jobb fegyvereket. Nem is tudom, merre érdemes elindulni. Ja, Megaton városa fele. Gyors, még megnézem, hogy merre van az, hogy azt mutatja a map. A faszus nem is mutatja. Ez mi? Itt mutat itt. Itt valamit mutat. Ez lehet a Megaton. Itt vagyunk, ugye? És akkor ide kell, mert ilyen közel lenne. Nem. Küldetések. Jó, oké, akkor az lesz a következő, hogy elmegyünk oda, és megnézzük. Ott biztos, hogy vannak NPC-k, meg ott egy csomó küldet kapunk, és akkor elkezdünk küldetéseket csinálni. Hát az elején azt a csajt sajnos nem kell volna megölni, de hát szerintem ilyen az élet, meghalt. Na, befejezem ezt a gameplay tényleg mostan már, mivel ez is kurva hosszú lett szerintem, és ember nem lesz, aki végignézi. Szóval, akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, hogyha esetleg tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!